Várhatóan év végére fejeződik be a Sepsiszentgyörgyi mozi épületének felújítása. Ez azt is jelenti, hogy több mint 10 év kihagyás után végre újraindulhatnak a filmvetítések, és az Andrei Mureșanu színház székhely gondjai is megoldódnának. A tervek szerint novemberben adnák át használatba a felújított mozi épületét. Tájékoztatott helyszíni sajtótájékoztatóján Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, az építővel együtt mutatta be a munkálatok előre haladtát. A beruházás értéke közel 5,5 millió lej, 80%-át központi költségvetésből fedezik. Sepsiszentgyörgy az első város volt, amely aláírta az egykori mozivállalattal az épület átvételét, ám az akkori bérlővel hosszú pereskedés kezdődött. Egy diszkót működtető brassói vállalkozó nem akarta átadni az önkormányzatnak az épületet. Hála Istennek ennek is a végére értünk, és most már elindult a beruházás, évvégén pedig közösen látogathatunk itt majd színház előadásokat és nézhetünk filmeket. A 60-as évek végén felhúzott épület szerkezetét meg kellett erősíteni. Az eredeti beosztását átalakították, két kisebb moziterem lesz és egy stúdióterem, amelyet az Andrei Mureșanu színház használhat. Sepsiszentgyörgyön eredetileg két mozi is működött, de több mint 10 éve, hogy nincsen filmvetítés a városban.